Néhány szegedi diák úgy döntött, podcastet indít, ahol kibeszélheti a fiatalkor minden nehézségét. Béna oktatásügyi döntések, ellentmondásos elvárások, szorongató vizsgák és azok a bizonyos Zoom órák. Hátsó pad. Itt nincs kikapcsolt mikrofon. Sziasztok! Ez itt a Hátsó pad, az Adom Diák Mozgalom Szegedi Szervezetének rendszeresen jelentkező oktatásügyi podcastje. Itt szó lesz suliról, tanulásról, fiatalkori nehézségekről és mindenről, ami bennünket érint. Az adások egyik célja a diákokkal kapcsolatos párbeszéd elindítása, hogy generációnk hangja is teret kapjon. Mai témánk a magyar nyelv és irodalom, mint érettségi tárgy. A beszélgetés moderátora Kovács Gábor. A podcastekben elhangzottak nem feltétlenül egyeznek a szervezet aktuális álláspontjával. Szürke Levente vagyok, jelenleg Szegeden tanulok a Gazdaságtudományi Egyetemen. Gimnáziumban, Csongrád megyében református iskolában tanultam, 8-osztályos gimnázium. Sziasztok, én Varga Előd vagyok, első éves politológia hallgató, és Levivel jártam egy suliba, ami egy 8-osztályos egyházi iskola volt. Sziasztok, Csendes Zsófi vagyok, Pápára jártam egy általános gimnáziumba, német szakon voltam, jelenleg Szegeden politikatudományokat tanulok, Előd szaktársa vagyok. Sziasztok, Víg Lajos vagyok, én Debrecenben jártam egy informatikai szakközépiskolában, ami később szakgimnázium lett, jelenleg a Szegedi Tudományi Egyetem jogi karán politikatudományt hallgatok, Zsófi és Előd szaktársa vagyok. Első körben kezdjük is az érettségi tantárgyakkal. Kinek mi a véleménye a jelenlegi érettségi tantárgyakról, mennyire jogos az, hogy ezeket a tárgyakat kell letenni érettségiben, mi ugye főleg itt a kötelező tárgyakra gondolok, mennyire hasznosak, mennyire tanítanak meg az életre, mennyire tudjátok hasznosítani azóta, hogy elballagtatok. És akkor szerintem kezdjük is rögtön úgy, hogy egy tantárgyal kezdünk egyszerre, tehát akkor legyen a magyar nyelv és irodalom. Jó, hát lehet, hogy én vagyok az egyetlen, de én emelt magyaroztam. Szóval nekem van a hátteremben egy emelt magyar érettségi. Egyelőre annyit, hogy én úgy érzem, hogy van haszna az életben, mert elég sok feladat van emelt magyarban, ami írásra megy rá, és szerintem most, hogy amennyi beadandónk van így online oktatás alatt, ez sokkal könnyebb nekem. Én több oldalakat simán megírok így egy délelőtt alatt, és nem érzem, nagy probléma lett volna, hogy én most ezt megírtam. Főleg, hogy annyira nem is sikerült rosszul, szóval hogy jók voltak a tanárok, és ment minden. Én mindenféleképpen egyetetek azzal, hogy a magyar érettségnek van haszna, illetve akármilyen szempontból nézhetjük azt, hogy most kinek ez a hasznosság, kinek milyen szempontból lesz méltányos. Viszont ha elvonatkoztatunk az online oktatástól, szerintem alapműveltség az is, hogy a saját nyelvünket, hogyha nyelvtant nézzük magyarból, és hogy a saját íróinkról, illetve költőinkről minimálisan legalább az alapműveltség ezt tudjunk. Szóval szerintem ez az oktatás, ez is függ egyébként attól, hogy milyen iskolából jövünk, és mi milyen iskolába tanulunk, ugyanis nem mindenhol ugyanolyan szintű ennek az oktatása. Egy gimnáziumban más szinten tanítják az összes elemi tantárgyat is, mint mondjuk egy szakiskolában vagy szakközépiskolában, most már szakgimnázium, de lehet azóta már technikum. És mindenféleképpen tehát mondjuk egy szakiskolában is van értelme annak, hogy magyar nyelvet tanítanak, és irodalmat is, ugyanis hiába nem az lesz a tanuló prioritása, hogy most arra jeleződjön ki, mégis ad az alapműveltségihez valamit. Igen, de el vannak tolódva a hangsúlyok. Sokkal jobban rá kéne menni az irodalomoktatásban a skillekre, mint a olvasás, mint a szövegértés, az olvasásnak a szeretete, akár a beszédkészség, a retorika, a vitakészség, és ezek háttérben vannak szorulva, és túlzottan hangsúlyos a költőknek az életrajza, a különböző verseknek a elemzése. És szerintem ez nem egy jó irány. Szerintem is hasznos lenne a magyar érettségi, hasznos skilleket tanulunk magyarból, ez mint azért is elhangzott az írás, értő olvasás, szövegértés, mindenféle hasznos dolgokat tanulunk, csak nem ezen van a fókusz, lexikális tudáson van a fókusz, de hogyha magyar érettségit, magyar tanítást kicsit átformálnánk, és inkább ezeknek a skilleknek a megtanítása lenne a fókuszába, akkor úgy gondolom, hogy indokolt lenne az is, hogy valamilyen módon ebből kéne érettségizni. Az érettségi pedig azért hasznos általánosságban, mert hogyha érettségizni kell, akkor a diákok azt érdekeltek benne, hogy abból jók legyenek és abból tanuljanak. Igen, mondjuk a magyar érettségi az pont érdekes abból a szempontból, hogy ott középszinten az írásbelinél ott kifejezetten nincsen műveltségi kérdés. Tehát ott szövegértés van és szövegalkotás, ami jó. Csak az oktatásban ez nem arányos, ahogy amilyen arányok az érettséginél vannak, azok az arányok nem jelennek meg az oktatásban magában. Ez érthető tényleg, mert emelten már azért rámennek a műveltségre, bár ott is. Ugye?
ott is, igen, nem változtam, ott is ugye azért rámész az írása, de kell a műveltség mellé, már tényleg komolyabb verseket elemzünk, meg novellánál is ugye komolyabbak vannak, de szerintem tanárfüggő is, hogy mit tanultok meg gimnáziumban, mert nálunk például a helyes írásra mentek rá elsősorban, és fakultációban tanultam mindent, meg az utolsó két, nem, egy évenben emeltem. Szóval, hogy én nem érzem azt, hogy most általánosabb kéne erről beszélni, mert vannak olyan gimik, ahol tényleg inkább arra mennek rá, hogy tudjál írni, értsd a szöveget, és akkor legyen meg egy sima középszinted. Mert valahol rájönnek arra, hogy a diákok nem kell annyira okosnak lenni, csak legyen meg 4 és 5-ös középszinten az érettségük, és kész. Nem biztos, hogy ez annyira a tanárfüggő egyébként. Tehát nagyon-nagyon meg van kötve a tanároknak a keze. Nekem a osztályfőnököm, ő például elég sok ilyen jó kezdeményezése volt. Például, aki a irodalom tanárom is volt egyébként. Tehát osztályfőnöki órán például volt egy olyan kezdeményezése, hogy a 34 fős osztályból mindenki elmondhatott egy előadást, ami akármilyen választatott témában, ami őt érdekelte. És erre ráment egy fél évünk szinte, és gyakorlatilag annyi volt, hogy mindenki egyetlen egy előadást adott elő. Tehát értitek, ez mennyit tett vajon hozzá a retorikai képességünkhöz? Hát most ez megint olyan dolog, hogy sajnos azért kerültetek egyszer sorra, mert ennyi hét volt, és ennyi óra. Igen, igen. Ezt pont erről beszélek, hogy nincsen ezen a téren mozgástere a tanároknak. Tehát ő akarta volna csinálni, de egyszerűen nem tudta hova beszorítani. Igen, meg a tantervel is van baj, hogy megnézzük a hivatalos tankönyveket, ha kinyitod akár még témának a követ, akkor mindig úgy kezdődik, hogy történelmi háttér, költői életrajz, és utána kezdi el az elemzéseket. És itt megvan a hangsúly, és tőlünk rendszeresen kérdezték a különböző költőknek a lexikális részét, és szinte emellett eltörpültek, konkrétan mondjuk egy 45 perces órába, mondjuk a Dogának a 25 perce arra ment el, hogy a költőnek a lexikális dolgait, hol született, ki volt a felesége, milyen történelmi események voltak háttérben, ezt kérdezték, és mondjuk csak egy ilyen 15-20 perc volt ebből az esszéírás, ami valószínűleg egy ilyen 200-300 szavas esszére elegendő, ahelyett, hogy mondjuk írtunk volna akár egy hosszabb esszét, egy vers, amit mi elemeztünk volna saját magunkról, és egyszerűen a tanárnak meg van kötve a keze. Muszáj lexikálisan tanítaniuk, mert ez van a tananyagban, és bajuk lehet, hogyha nem így tanítják. Szerintem ez megint nézőpont kérdése és iskola függő, vagyis inkább tanár függő az, hogy most a számonkérést hogyan építi fel. Ugyanis például én tőlem úgy kérték számon az irodalom tananyagot, hogy volt igen a lexikális tudás felmérése is mondjuk az író életéről, azonban nagyobb hangsúly volt az elemzéseken, és hogy volt, amikor bele kellett építeni egy rendes fogalmazásba azt, hogy író élete, meg a munkássága. Szóval, hogy ez megint az, hogy tanárfüggő. Az oké, hogy a tanterv szerint halad, viszont az, hogy számon kérni, hogyan kéri számon, ez nem feltétlenül a tantervnek a kérdése. Itt megint hangsúlyvesztés van, tehát lexikális tudásnak bizonyos esetekben van haszna, de egyszerűen annyira nem a skillekre épít. Tehát, amit arról is mondott, hogy van ez a, hogy lehetne retorikát tanítani, lehetne vitázást tanulni, és amikor a költőknek az életéről tanulunk, akkor egy másik dolog, hogy ez megköti a kezét a diáknak. Tehát nem engedi azt, hogy saját maga értelmezze annyira a verset, hanem már van benne egy ilyen, lehet mankónak hívni éppen, ami elméletileg segíteni, hogy könnyebben értelmezze, de közben meg nem saját magától, hanem maga a tankönyv mondja el neki, nem magától jön rá, és nem tudja meg azt a képességet, hogy magától hogy értelmezzen egy művet, hanem csak mindig az irodalomtudósok és a mindenféle fajta elfogadó dolgot, és nem fogja megtudni, amikor kimegy az iskolából, mondjuk magától rendesen, hogy értelmezzen. Biztos emberek megtanulják, de nem ezen van megint a hangsúly. Megint azon van a hangsúly, hogy tudd a lexikális dolgokat, és akkor lexikális dolgokba építs fel valamilyen elemzést erre a versről, mondjuk, vagy novelláról. Szerintem egyébként pont az a lényegben a tankönyves, tehát amikor a tankönyv leírja azt, hogy hogyan kell értelmezni a verset, hogy egy bizonyos szintig kell vezetni a diákot, azonban nem biztos, hogy minden diák ugyanazon a ponton fog rájönni arra, hogy hogyan kell verset elemezni. És lehet, hogy valakinek végig mondjuk az érettségig kell az a mankó, de lehet, hogy mondjuk valakinek tizedikben ez a mankó nem kell. Itt már ott lehet ebbe belekötni, ebbe az egész tankönyves mankóba, hogy a tanár hogyan kéri számon azt, hogy ha te, mint diák, mit gondolsz arról a versről, és hogy mennyire ragaszkodik ahhoz a szemponthoz, hogy te a tankönyv szerint írd meg az elemzésedet, és ne saját magadtól. Szerintem én egyezértek, hogy sok olyan helyzet van, hogy egy versnél nincs annyi kreativitásod, hogy el tud mondani, hogy most ez miről szól. Így elolvasod, megnézed, és fogalmad nincs az egészről, és hogyha egy kicsit tudsz a szerzőről, egy kicsit tudsz arról, például egy történelmi hátteret tudsz, még hogyha nem is kell belecsöppenni a szerzőnek, de lehet, hogy benne van. Mert emeltem például pont ez van, hogy
Legtöbbször olyan verseket kapunk olyan szerzőtől, akiről saját szorgalmadban tanulsz, vagy maximum fakultáción előjöhet, de nem várhatnak el tőled, nem tudom, egy órára 60 szerzőnek az életművét, mert lehetetlen megtanulni, és van olyan helyzet, hogy tényleg ez a legnagyobb segítséget, hogy megtanulod, hogy éppen egy szerzőnél mi a helyzet, hogy élt, éppen házas volt, vagy elvált, vagy magányos volt, milyen lelki állapotai voltak akkor, vagy hogy tényleg, hogy milyen korban írhatta azt a verset, ez sokat segíthet. Ez lehet egy ilyen mélyebb, ilyen kicsit ilyen filozófiai vita köztünk, vagy nézeteltérés, hogy de szerintem egy versnek nincsen feltétlen, tehát az, amikor valaki leír valamit lealkot, akkor nem tudom, mennyire számít az, hogy mit akart mondjuk írni. Szerintem az nem. Szerintem, hogyha a bármilyen művet, egy filmet, egy festményt, vagy ilyesmit, akkor tudnod kéne magába értelmezni azt a művet. És amikor be akarjuk valami ideológiához kötni ezt, valami történelmi korszakhoz, vagy ilyesmihez, akkor ezt a képességet, ami már az új művészeteknek és mondjuk irodalomnak az értelmezését segíti, ezeket a skilleket hátrébe szorítjuk, és inkább arra megyünk rá, hogy ne saját magadtól jöjjön rá, saját. És akár egy műnek lehet több értelmezés, és nem feltétlenül csak egy jó értelmezése van, és nem is feltétlenül kell arra gondolod, mint amire a művész gondolt, amikor ezt megalkotta. Érdekes egyébként, hogy ennek mi az értelme annak, hogy mi ezt tanuljuk. Mert hogyha van értelme, akkor az az, hogy a jelenkori, a 21. században, vagy akár idén megírt zeneszámokat akár tudjuk elemezni. Tehát például Majka meg Curtis írnak egy számot, és akkor te nem csak meghallgatod és csápolsz rá egy buliban, hanem jó lenne, hogyha mondjuk kicsit értenéd, hogy pontosan miről is szól az a szám, már hogyha egyáltalán szól valamiről. Nem tudom, hogy miért pont egy Majka Curtis hozott el egy aranyvershez képest például, hogy tök más a kettő, mert szerintem egy Majka Curtis számnak nincs ilyen nagy mögöttes háttértartalma, hogy nem tudom, nem hallgatok Majka Curtis, nem tudom pontosan. De ezek a zenék, mondjuk a pop, hogyha mondjuk, vagy a rap, nem, a rapnek is több szintje van, tehát van különbség egy Tupac, meg egy Majka között, érted? Tehát, hogy ezt megint máshogy tudod értelmezni. Igen, de az, hogy jössze, mi a különbség? Tehát ahhoz, hogy rájöjjön a különbség, ahhoz kell egy skill, amiben olyan műveket kell értelmezni, meg sokszor nem tudod a hátterét. Nincsen 150 éves történelmi háttered, és sok száz irodalom professzornak a rálátása, és szociológusnak, és mindenki a rálátása, hanem új dolgokat kell értelmezni, tehát, hogy miért jobb mondjuk a Tupac, mit tudom, milyen száma, mondjuk a Majka belevalók, mi a különbség? De lehetne akár jelenkori olyan számokat is értelmezni, amik jók. Most nem lekicsinyítve Majkának a munkásságát. Akkor most már felvethetnénk azt, hogy miért nem tudunk mondjuk kortárs költőket. Igen. Aha. De annak lenne esetleg értelme? Hogy ne csak Arany Jánosnak a verseit tanuljuk meg, hanem mondjuk Költőcske Mihályocskának a verseit. Most az igazi nevére nem emlékszem. Igazából. Szabolcska Mihály talán? Szabolcska Mihály. Tehát, hogy mondjuk azt egy kicsit elemezzük, hogy ez mondjuk miért nem jó. Én most például ezt arra hoztam fel, ezt a kortárs alkotókat, hogy például, hogyha most felhoztad Majkát, akkor a 21. századi vetületét akkor meg tudnánk érteni. Igen. Még nem Majkának, hanem úgy általában a 21. századi alkotóknak az üzenetét. Ugyanis vissza még reflektálni Leventének a hozzászólására azzal kapcsolatban, hogy a költő megír egy verset. A költő miért írna meg egy verset, ha ő nem akar ezzel üzenni? Tehát oké, hogy mindenki tudja magának értelmezni, és magának úgy értelmezni a verset, ahogy szeretné, de a költő egy üzenettel írja meg a verset, ő egy érzelemmel írja meg ezt a verset, amit át szeretne adni az olvasónak. Hát át szeretne adni, de hogy sikerül ez az átadás? Hogy pontosan úgy adja át, vagy kicsit mondjuk már a korokba elveszik, 21. századi embernek már más mond, mint a 20. századi embernek, vagy a 19. századi embernek már lehet picit más mond, és ezekben bele lehet menni, hogy akkor most mit szánt, de most nem tudom, amikor értelmezek egy művet, mondjuk nem tudom, valami nagyon durva politikai üzenettel, mondjuk nem tudom, egy náci propaganda filmet, nem érdekel az, hogy éppen náci propagandát akar csinálni az illető, vagy nem akar csinálni, engem az érdekel, hogyha megnézi valaki ezt a művet, akkor ő egy náci propaganda filmmel fog hazamenni, és akkor lehet itt elemezni a filmrendezőtől, mondjuk független tényezőktől, hogy mondjuk hogy veszi a, milyen kamerapozícióba veszi a nácikat, milyen kamerapozícióba veszi a izéket, milyen zene megy a nácik alatt, milyen más dolgok mennek mondjuk a
Jó, de pont ezért tanulod meg a történelmi hátterét, hogy tud értelmezni úgy, ahogy a költő szeretné, hogy te értelmezd. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy te úgy ülsz be arra a filmre, hogy tudod, hogy ez egy náci propaganda film. Úgy olvasod el a verset, hogy tudsz egy hátteret. És akkor már könnyebb értelmezni, mint ugyanúgy a filmet is, mint egy verset. Igen, de ez mennyit volna hasznos a 1930-as években németnek, hogy tehát amikor ezeknek a művészetekről, a hatásairól beszélünk, akkor megint az, hogy most kell értelmezni, és most nyilván nem arról beszélek, hogy most, hogy értelmezzük a 40-es évekbeli filmet, de mondjuk valószínűleg jönnek ilyen propaganda filmek a 21. században is, amelyek mondjuk nem feltétlenül náci propaganda filmek, de másfajta propaganda filmek, és azokat is tudni kell értelmezni, és ott megint nem lesz ott az a 150 éves szociológiai történelem, még mit tudom, pszichológiai, meg mindenféle háttér, hanem neked ott kell értelmezned, és sokszor nem fogod azt látni, hogy mondjuk ebből a propaganda filmből éppen Auschwitz lesz-e, vagy mi lesz ebből a propaganda filmből, és megint a lexikális tudás ebben nem fog segíteni, hogy te az új művészeteket, az új jelenkori művészeteket, amiket valószínűleg jobban fogsz fogyasztani, mint a régi művészeteket, tehát hogy most lehet, hogy vannak emberek, akik olvasnak Arany János, meg ilyesmit, de az emberek nagy része inkább Marvel filmeket néz, meg inkább ilyen populáris filmeket néz, és ezeket kéne az embereknek értelmezniük, tudniuk azt, hogy mikor hazudnak nekik, mikor bizonyos politikai dolgokat akarnak rájuk erőltetni akár, vagy ilyesmi, és nem fogod tudni feltétlenül azt, hogy a Marvel filmrendezőnek van-e valamilyen politikai célja, hanem azt tudod értelmezni, hogy a Marvel filmekben van-e valami politikai üzenet. Például. Szerintem már azt a kérdést is fel kéne tenni egyébként. Miért is akarjuk ezeket a verseket értelmezni? Tehát, hogyha mondjuk volt egy József Attila például, aki egy nagyon nagy költő, akkor ott vajon a nagyon szép csomagolás mögött, ami a vers, ott a maguk a gondolatok azok mennyire értékesek? Mert eleve a vers mint formátum az nem egyszerűen nem alkalmas arra, hogy a tartalmilag vetekedjen mondjuk egy filozófiai esszével. Tehát egyszerűen kevesebbet tanulsz meg róla a világról gyakorlatilag. Hát egy életrajzból nem várhatod el, hogy most a világról sok mindent megtudj. Egy életrajzból? Hát például. De én most versekről beszélek. Például egy József Attila versről. Oké, csak pont a József Attila az, akinek elolvasod a verset, és nem mindegy, hogy olvasod el, hogy nem tudsz róla semmit, mintha tudsz róla valamit, mert József Attila pont egy ilyen ember, akinél igen, nagyon sok mindent kell a háttérben tudni ahhoz, hogy rendesen értelmezd, hogy most a mamáról ír, de nem úgy ír, ahogy gondolod, hanem tudni kell, hogy mi van ott a háttérben. De ha már ezt csináljuk, akkor talán az irodalom oktatás mellé be lehetne emelni hangsúlyosabban a filozófia oktatást. Mert szerintem a gondolatok tartalmi részéről, ami a lényeg, arról sokkal többet tud nekünk mondani egy filozófus, mint egy költő. Mert egy költőt sokszor csak azért tartunk nagy költőnek, mert azt, amit gondolt, azt nagyon szépen be tudta csomagolni. És nem feltétlenül tudta alátámasztani érvekkel. Hát azért a költők azért is lényegesek voltak, annó is, most is, mert korszakokat ölelnek fel, korszakalkotó 1-2, és hát azért most az irodalmi korszakok is egy művészeti ágak, szóval, hogy beszélni kell erről, mert nem mindegy Petőfi költészete, ami népies, meg például egy 21. századi költőnek egy verse, vagy... Petőfi az egy tök jó példa szerintem, akinek a verseiből nagyjából átjön az az érzület, hogy szeresd a hazádat, ez a te otthonod, ezért neked az életedet kell adnod. És ezt ő nagyon szépen leírja, de nem nagyon írja le, hogy pontosan miért is van ez így. Hát nem kell megmagyarázni. Hát de talán meg kell magyarázni, én szerintem. Petőfi hazaszerető volt, szerette az országot. És mi mit tudunk meg ebből? Azt tudjuk meg, hogy Petőfi hazaszerető volt. Még hogyha elolvasnánk egy filozófusnak az eszmefuttatását ugyanerről a kérdésről, akkor egy kicsit tágabb képet kapnánk arról, miért, milyen érvek szólnak mondjuk amellett, hogy te fontosnak tartsd azt, hogy te magyar vagy. Milyen érvek szólnak amellett, hogy téged ez hát úgy igazából ne érdekeljen, és mondjuk, egyébként ez is tök jó kérdés, hogy miért kell mondjuk mindenkinek felállnia az iskolában a himnusz alatt, és miért szívják le, hogyha nem énekli a himnuszt. Tehát én például szívem szerint ebben nem állnék bele, őszintén, ebbe a himnusz éneklésbe, mert én nem... A himnusz éneklés egy olyan téma, amiben szerintem nem állnék bele. Ez megint más dolog, de ha visszahoznánk a filozófiát az irodalomban, szerintem gimnazista szinten
sok olyan diák van, akinél lehet, hogy a filozófia, meg az, hogy ilyen mélyen elgondolkodjon dolgokról, az nem egy lényeges dolog. Szóval, hogy vannak olyan gimnáziumi szintek, ahol lehet, hogy neki tényleg az a lényeg, hogy bemagoljon dolgokat, és elmondja, és megtanulja, megírja, és kész. Most persze tudom jó, hogy ti is úgy vagytok vele, hogy sok minden nem fogtok hasznosítani ebből, amit megtanultatok. Érthető? De van olyan helyzet, hogy mégis a történelmi korszakok, amiket megtanulsz irodalomból, azok lehet, hogy más mai írásokban is megjelenhetnek, és példának felhozhatják, akár pont filozófiai könyvekben is. És nem tudom, hát mások is akkor gondolkodhattak politikai helyzetekről, de ugyanúgy írhattak mellette is, és szerintem tanulunk ilyen írókról, akiknél pont ez a lényeg, hogy el kell gondolkodni azon, hogy éppen akkor mi a helyzet, hogy éltek akkor. József Attilánál mondjuk nem azt tanultuk volna, hogy József Attila belépett a kommunista pártba, és mit tudom én, hogy kommunista író volt, és utána ebből rájövünk arra, hogy az ő versén mondjuk a kommunizmus meg a társadalmi egyenlőtlenségeket akarják átadni az embereknek, akkor lehet, hogyha nem feltétlenül mondták volna meg ezt a dolgot, hanem inkább arra mennénk rá, hogy magunktól jövünk erre, hogy milyen akár politikai nézeteket, vagy feltétlen nézeteket ad át a film, akkor megnézzük a 21. században a Parazita című Oscar-díjas filmet, akkor mondjuk lehet, hogy egyszerűbben látjuk, mert a Parazita nem nincsen feltétlen ott, hogy vagy mondjuk bemész a moziba az emberek nagy része, valószínűleg nem fogja tudni, hogy most ki a rendező, mi volt ennek a célja, de azt is úgy lehet, hogy úgy, egy társadalmi egyenlőtlenségről szóló film, mint mondjuk sok József Attila vers, és hasznosabb benne, hogyha nem már utólag néznénk, hanem magában néznénk ezt a művet, mondjuk a Parazitát magában néznénk, hogy amikor valaki megnézi a Parazitát, nem feltétlenül racionálisan, de amikor feláll, akkor milyen érzésekkel fog felállni a különböző fajta filmművészeti eszközök miatt mondjuk. Szóval minden ember különböző érzelmi intelligenciával bír. Mindenki máskor, meg máshogyan értelmezi a dolgokat. Egyébként nagyon elmentünk itt a versek irányába, de ugye a magyar oktatásnak papíron, és pont ez a probléma, hogy csak papíron, főleg a verseken van a hangsúly, holott ott vannak a novellák, hosszabb prózai művek, ezekre azért messze nem kerül akkora hangsúly, erről mi a véleményetek? És ugye itt bejön az, hogy ott már hosszabban ki lehet fejteni dolgokat, mélyebb gondolatokat át lehet adni például egy 150 oldalas regényben. Igen, amit a diákok fele nem olvas el. Igen, de most ha tényleg a versektől teljesen eltérünk, középszinten is van érvelés, hogy nálatok például az mennyire vették fontosnak, vagy egyáltalán tanultatok-e, hát, gyakoroltátok-e? Nyelvtanul volt szó az érvelésről, elmondtak ilyen hőségeket, amiket soha az érben nem használsz a érvelésben, nyilvánvalóan már nyilván senki sem emlékszik át, úgyhogy most felelnem kéne, vagy le kéne írnom pontosan azt, hogy így pontok szerint hogy kell egy érvelést megírni, amit a nyelv, vagy az irodalmi érettségi, vagy a magyar érettségi követel, akkor már nem tudnám. És szerintem ez egy olyan dolog, amit ha tárok így az utolsó fél évben, akkor elmondják, hogy oké, kell egy érvelést írni, vagy kell egy hivatalos szöveget írni. Ezt már lehet, hogy tanultuk háromszor, senki sem emlékszik semmire, hogy kell pontosan érvelést, mert ez igazából egy óra, ami megtanulod, aztán két héttel később egy dolga, aztán elfelejted, ez még 8. vagy 7. osztályban, aztán 11. megint egy óra, megint megtanulod, aztán megint elfelejt, és akkor végén 12. megint elmondják, de nem egy olyan tudást adnak, nem érvelni tanítanak meg, hanem megint lexikálisan elmondják, hogy kéne érvelned, és nem azt csinálod, hanem megint csak így ilyen, kicsit nem tudom, autoritár módon így megmondják, hogy kell érvelned. Azzal egyetértek, hogy szerintem elmélet nem kell egy érveléshez, mert én úgy ültem be emelt magyarra, hogy soha nem tanultam elméletet. Rossz volt a gimiben is a magyar tanárom, általánosban se volt jó, és tőlünk sose kérték ezt, mert nálunk nem tényleg annyira gyenge volt az osztályszint, vagyis hát annyira nem váltak el tőlünk sok mindent, hogy azt mondták, hogy inkább tanulj meg helyesen írni, bár nem ér sok pontot középszinten se, de hogy legyen egy jó szövegértési készséged, és akkor ennyi. Igazából egyetlen egy érvelés dolgozatot írtunk 12-ben, és akkor azt mondták, hogy jó, hát ezek egész jól sikerültek, akkor tessék, mehettek középszintre. Szóval nem tudom, furcsa. Kíváncsi lennék egyébként, hogy a tanároknak a képességei azok mennyire felelnének meg mondjuk a jelenlegi irodalom tanár gárdának a képességei arra, hogy a oktatást eltoljuk egy olyan irányba, amiben kevesebb a műveltség és több a képesség. Tehát, hogy mennyire van meg a tanároknak, az irodalom tanároknak a képessége. Mondjuk a retorikai készségük az mennyire jó, mert mondjuk azért szerintem eléggé tapasztalt már mindenki olyat valószínűleg, hogy az irodalom tanár, akinek elvileg ez a munkája, az nagyon, szóval nem volt a helyzet magaslatán.
amikor egy órát meg kellett tartani. Nem tudta fenntartani mondjuk a figyelmet 45 percen keresztül. Tehát egy ilyen ember az, hogy tanítson nekünk retorikát. Úgyhogy az hiteles legyen. Hát, tanárfüggő. De igen, most ha tényleg olyan tanár fogsz ki, aki lassan beszél, vagy érthetetlenül, vagy tényleg egyáltalán nem bírsz rá figyelni, mert csak nyomja beléd ezeket a szakszavakat, meg szakszövegeket, és akkor magold be, és akkor okos leszel, az tényleg nem semmi értelme nincs, de ne általánosítsunk, mert biztos, hogy van más. Nem általánosítottam. Nem is, csak hogy általában a tanárokról beszéltél. És hogy azt mondtam, hogy sok ilyen tanár van. Sok ilyen tanár, hát igen, de lehetséges, hogy pont mi hozzuk fel a rossz példákat, és lehet, hogy nagyon sok van, csak nem tudunk róla. Én azt mondanám, hogy ez is környezetfüggő. Ugyanis én 9-ben egy másik iskolába jártam, mint amit utána elvégeztem, és a 9-es évemet egy sokkal gyengébb iskolában végeztem el, mint a többi évemet, és abban az iskolában a magyar tanárnak, aki ugye irodalmi nyelvtantanár volt, neki alkalmazkodnia kellett az iskolának a szintjéhez. De egy olyan iskolában, ami az az iskola volt, ott hiába tanít akármilyen retorikát, ott nem lesznek a diákok erre felkészülve, és nem is fogja őket érdekelni. És ez a környezet a tanárt is le fogja húzni. És a tanár is elveszti ezt a képességét, mert nem alkalmazza, és nem kell neki ezt tanítania. Be fog állni arra a szintre, amit az iskola követel tőle, meg amit a diákoknak ott tud tanítani, és ennyi. De akkor koncentráljuk a megoldásra, az, hogy most nyilván vannak jó idrantárok, meg rossz idrantárok, meg jobb beszélő tanárok, meg rosszul beszélő tanárok, de az a helyzet, hogy a magyar irodalom tanárokban, hivatalos tanárokban nem kap elég is, ha hangsúlyt mondjuk a retorika, meg az ilyen képességek, és utána, hogyha mondjuk inkább elindulnak egy olyan irányba, ahol a retorika fontosabb lenne, akár ezt azt jelenti, hogy gyakorlatilag több előadást kéne tartani, akár saját témába, de az a gyerek tanítjuk a retorikát, hogy benne van ez, benne van a nyelvtankönyvekben, hogy így kell beszélni, és az életében nem beszél, nem is alkalmazza ezeket a dolgokat. Pedig ezek lehet, hogy éppen jó dolgok az, hogy elméletben, hogy kell megcsinálni, egy jó mankó, mire indulhatsz, de egyszerűen nem kell őket alkalmazni. És ha nem alkalmazzák őket a diákok, akkor nem lesz rá lehetőség. És az a baj, hogy ez a rendszer, ami a magyar oktatási rendszer, mondjuk nem ad elég időt arra, hogy a retorikát, ami nagyon fontos, tehát konkrétan akármilyen szakmában, és ez a szint az egyetlen egy dolog, nem egyetlen egy, de a nagyon fontos dolog, amit akárhova mész, esetleg ha a sírásról, akkor talán nem, de még ott is használnod kell, beszélned kell emberekkel, elő kell adnod, el kell adnod a dolgodat, és ezt egyszerűen nem tanítjuk meg, csak így megint lexikálisan ott vannak a pontok, és akkor tanulod meg, és akkor érettségére meg kérünk tőled egy szállalmas 5 perces érvelést, amit bárki meg tud írni. Tehát ha már itt elindultál, nem is feltétlenül a munkára, már a munka megszerzésén egy állásinterjúni szükséged van ezekre az adottságokra. Igen, állásinterjú mindenhol tényleg. Akármilyen munkából, még hogyha nem is egyetemi irányba mész, akkor is beszélned kell emberekkel. Ha bolti adóval is följebb akarsz lépni, akkor sárt, hogyha szépen beszélsz, tudod, hogy kell beszélni, tudod, milyen dolgokat kell mondani. Tehát ez egy olyan dolog lenne, aminek sokkal hangsúlyosabbnak kéne lenni, és amúgy lehet éppen tanulni Petőfinek az életét is, de miért nem tanulunk olyan dolgokat, amit a Petőfi életét el tudom képzelni akár egy-két szituáció, hogy hasznos lehet éppenséggel, de miért nem olyan dolgokat tanítunk, amelyek sokkal hasznosabbnak tűnnek, mint mondjuk az, hogy vegyenek fel az első állásodon, és tudja rendesen beszélni az első állásodon, vagy amikor munkahelyen elő kell adnod a projektedet, vagy valami ilyesmi, akkor azt elő tudod rendesen, rendes módszerrel, és az a baj, hogy korlátozott számú idő van, tehát nem lehet azoknak a számát növelni, vagy akkor bizonyosnának ki kell venni, vagy ilyesmi, de úgy tűnik, hogy a többi másik skill mellett ez, hogy lexikális dolgokat tanítunk, ez egyszerűen nem fér bele, nem éri meg egyszerűen. Ez, hogy Petőfi Sándornak az életét tudni kell. Én még azért azt hozzáfűzném, mondjuk európai szinten a magyar oktatás az gyengén teljesít. De ezzel együtt látni kell azt is, akár világszinten, akár történelmi távlatokban nézzük, az egyes diákoknak akkor is nagyon jó lehetőségeik vannak jelenleg Magyarországon. És lehet, hogy iskolai szinten ezt tömegesen nem oktatják, hogy hogyan fejlődj bizonyos képességekben. De te, hogyha van rá egyéni szándékod, akkor te ebben egyénileg nagyon sokat tudsz fejlődni. Igen, ebben is olyan szinten azért visszafog az oktatási rendszer, persze, hogy elveszi az időt, mert neked otthon ugyanúgy be kell magolnod azt, hogy Petőfi hol született és mikor és hol halt meg. Tehát az időt azt elveszi, de én ilyen szinten úgy érzem, hogy nincs okunk arra, hogy panaszkodjunk. Még ezzel együtt is. Itt inkább az a probléma, hogy a legtöbb diáknak nincsen erre megfelelő motivációja. Hát igen, a kötelező olvasmányok pont a legjobb példák erre, hogy ki az, aki még elolvassa, mert én persze elolvastam, de önszorgalomból, mert
legalább én tudtam válaszolni a kérdésekre, hogy édes Anna mit csinált, de hogy nem tudom elhinni tényleg, hogy saját szorgalom már minden a magyarban, hogy tényleg az, hogy az, hogy elolvas egy kötelezőt, meg hogy tényleg megtanul rendesen az életrajzot, általában tőlünk például nem várták el annyira, hogy ezt nagyon tudd is akkor. Amúgy Édes Anna beszél meg a motivációról, az Édes Anna még egy olyan könyv volt, amit még egészen el lehetett olvasni, és nem akartam mondjuk magadat elásni, de amikor 9. osztályban mondjuk tanuljuk az Odüsszeiát, ami konkrétan olyan volt, hogy beleolvastam 3 sort, és fejbe akartam ülni magamat, akkor mondjuk azért jobban meg lehet érteni azt, hogy a gyereknek miért nincsen motivációjuk. Tehát amikor ekkora baromságokkal, ami nyilván valaki szereti, meg van értelme, de mondjuk 9. osztályban az ókori görögöket tanulni, akik annyira távoliak, és annyira bonyolultak, és annyira ülének, és pont azzal kezdjük el. Nyilván már, amikor ott van 11. és 12-ben, vagy ott van már felnőtt korában, akkor már kevésbé lesz motivációja olvasni, előadni, meg mindenféle más dolgokat csinálni, amikor ilyen undorítóan valamas dolgokat kell tanulni a 9. osztályba. Hát rossz kezdés, Julian. Igen, meg tudom érteni ezért. Odüsszeia, Iliász, ezek mind olyanok voltak, hogy én sem olvastam el, bevallom, de tudnom kell. Emelten tudni kell. De hogy középszinten tényleg miért várják el tőletek, meg úgy se kérdezik. Miért 9-ben, miért nem, miért pont a legből, értem, hogy itt végig akarunk menni így kronológia, hogy akkor értsük, hogy akkor hogy épülnek, hát mondjuk én egyáltalán nem értem, hogy épülnek a görögök mondjuk utána a keresztényekre, vagy mondjuk az ilyesmikre, mert ez sokkal tudatban kérdezik, hogy összefüggéseket lehessen felfedezni mondjuk korai keresztény filozófusok is az ókori görögök között, és ennyi nem tudjuk meg, csak valamiért az ókori görögökkel kezdjük, mert érjünk rajta végig, és egyszerűen megint teljesen rossz, teljesen fölösleges, csak a motivációt öli meg, nem jó senkinek, nem fejleszte a képességeket, és senki sem fogja tudni, mire 12-es lesz. Nálunk az volt az egyetlen jó, hogy mi úgy kezdtük el a 9-et, hogy próbáltunk történelemben ugyanott járni, ahol magyarból. És azért az nagyon-nagyon sokat segített, hogy tényleg akkor miközben tanulod a magyart, tanulod a verseket, olvasol, közben tényleg tudod, hogy éppen mi történt a történelemben. Ez például szerintem egy hiányzó dolog a gimnáziumokban, hogy legalább akkor ez segíthetne valamennyit. Hogy most valamikor, nem tudom, 10-ben megtanulod, hogy éppen mi történt 1848-ban, de lehet, hogy 9-ben tanulod Petőfit. Nem tudom pontosan a sorrendet, de hogy vannak ilyen helyzetek. Csak egy kicsit tanulsz meg egy töredéket, de lehet, hogy pont a versben meg például segíthetne. Nem is próbálkoztak ezzel, csak az a baj, hogy eznek tényleg az a feltétele, hogy a két tanár egyeztessen, és ne haladjanak egymáson túl. És nem is próbálkoztak ezzel, egy ideig működött, és aztán az egyik tanár nem érdekelte a másik tanár, és akkor utána elcsúsztunk teljesen, és innentől kezdve ez a dolog nem működött. Utána nálunk is voltak ezzel bajok, igen. Ez megint tanárfüggő dolog. Sok tanártól függő dolog. Igen, de ezek megint olyan dolgok, hogy ha a tanár nagyon szorgalmas, és nagyon jó, és nagyon jó fej, és tényleg nagyon, nagyon jó a munkába, akkor kell ezt megcsinálni. Tehát igen, nagyon extra dolgokról beszélünk már, hogy lehet ezt a rossz oktatási rendszert, ezt valamilyen módon, nem tudom, kicsit így hogy valamennyire guruljon azért, ne csak így csúszson, vagy húszson előre valamilyen módon. És ahelyett, hogy tehát inkább arra kéne koncentrálni meg, hogy a tanárnak minek kéne lennie. Tehát, hogy most éppen lehet valamilyen szinten hasznos az irodalomoktatás, történelmoktatáshoz, de akkor megint kéne beszélni, történelmoktatás mennyire hasznos az ókori történelmnek az oktatása, és ott is történelmben miért nem inkább a képességekre, vagy hasznosabb lexikai dolgokra megyünk rá. Hát ehhez azért idő kell valószínűleg, mert itt ezt a tanárképzésnél kell elkezdeni. Persze. Amiről beszéltünk, hogy egyszerűen sok tanárnak nincsenek meg a megfelelő képességei ahhoz, hogy most egybe átváltsuk ezt az iskolai, tehát hogy a prioritásokat most változtassuk meg. Ez valószínűleg nem menne. Meg hát ki tudja, hány éves a tanár. Ugye megtanulod azt, hogy megtanítod a magyart például, de most mi annó 9-ben úgy jöttünk be gimnáziumba, hogy új tanárt kaptunk, a gimnáziumnak is teljesen új volt, hogy tanít a tanár, és az első órán kijelentette, hogy hát ő több évtizeden keresztül már nem tanított magyart, és most megint újra kezdi velünk. És ott bukó volt, ott teljes mértékben bukó volt, ő se tudta, hogy hogyan kezelje ezt az egészet, és rájött arra, hogy ez azért is lesz rossz, mert olvasatlanok vagyunk. Sok mindent nem olvasunk el, már csak önszorgalomból sem, mert nincs erre szorgalmunk, nincs erre időnk, kedvünk, mert ő se biztat rá, hogy olvassuk el. Meg nem tudom, egy idősebb embertől hallani azt, hogy ez jó könyv, nem biztos, hogy egy jó ajánlás. És emiatt se szívesen olvasom el például, nem tudom, az Odüsszeiát, igen, ez jó példa. Viszont van nagyon sok olyan terület, ahol ezt a problémát
ezt a tanár problémát át lehet hidalni. Például mi tanultunk középiskola 12. osztályában ugyebár filozófiát, és ott egy történelem tanárt raktak be filozófiát tanítani, aki hát teljesen egyértelmű volt, hogy abszolút nincs képben a témával. Tényleg semmi érdemit nem tudott mondani. Nem is igazán filozófiát tanultunk, hanem ókori görög filozófia története. Nagyon egyszerűen meg lehetett volna oldani ezt a dolgot. Van a YouTube-on egy rohadt jó sorozat. Crash Course-nak, Crash Course YouTube csatornán. Filozófia egy talán 30-50 részes sorozat, ami rohadt jól végigmegy a különböző elméleteken, ennek a filozófiai eszköztáron, hogy dolgoznak a filozófusok, különböző témákon keresztül, tehát nem történelmi korszakokra bontja fel, hanem etikára, ismeretelméletre. És ezt például egy az egyben le lehetett volna vetíteni ezeken a filozófia órákon. A tanárnak sokkal kevesebb munkája lett volna vele, viszont az eredmény az meg hát körülbelül 100-szor olyan jó lett volna. Egy irodalomnál, egy retorika oktatásnál ezt nem lehet megcsinálni, de például ebben a témában abszolút. Vagy például, hogyha közgazdaságtant akarnánk oktatni az iskolában, ott is működne ez a módszer. Na hát, végülis az irodalom részt elég jól átbeszéltük, de mi a helyzet a másik felével, a nyelvtannal? Tehát ugye a nyelvtannál azért a tananyag meghatározó részét azt teszi ki, hogy szövegelemzés, mondatelemzés, szóelemzés. Ezek például mennyire hasznosak, mennyire hasznosíthatók máshol, hogy tudom, hogy milyen szófaj, vagy éppen milyen jelzőszerkezet van egy mondatban, ezeket mennyire van értelme ilyen hangsúlyjal tanulni a nyelvtan belül. Miért alakulhatott ki az, hogy például egy önéletrajz, vagy egy motivációs levél írására nagyjából 45 percet szán a teljes gimnázium alatt a tanár. Igen, tehát mondjuk a mondatelemzés nem hiszem, hogy bárki valaha hasznosította még szinte. Tehát, hogy az egy, azt hiszem 7.-8. osztályban olyan hangsúlyos talán, ha jól emlékszem. Talán már gimnáziumban is annyira hangsúlyos igazából. Van egy kisebb része az egésznek. De igen, megint céltévesztés van, megint nem jó skilleket akarunk átadni, meg rossz part lexikálisítást akarunk átadni. Amikor mondjuk már 18-19 évesen kimész, és jelentkezel akár már munkahelyre, vagy ilyesmi, ott nem ártana, hogy tényleg hogy kell szakszerűen megírni egy önéletrajzot. Ez nem igazából annyi volt az önéletrajz, hogy bánott a tankönyvbe, azt leadta utána egy órán, aztán kellett írni belőle egy ilyen kitalált önéletrajzot, és akkor el volt fejlődve, és akkor talán meg volt a 8 év alatt kétszer, és akkor ennyi volt az önéletrajz. És amikor most itt jelentkeztem az adomba, ottán nem kellett annyira önéletrajz, de egy másik szerzőből is jelentkeztem, ott kellett már önéletrajz, kollégiumban is kellett motivációs levél, meg ilyesmi, és egyszerűen össze-vissza kérdezgettem random embereket szinte, akik ott voltak, hogy minden a kéne ilyen motivációs levélben, mik a kritériumai, hogy kéne kinéznie, meg online keresgettem rá, mert egyszerűen, ahogy kijöttem az iskolába, egy ilyen hasznos dolgot, mint motivációs levelet írni, vagy mint önéletrajzot írni egyszerűen, nem tanultam meg, ugye érettségén ez nem is tanulnak egyáltalán, tehát mindenki is tudná igazából már érettségén, amikor csak egy tényleg kis fejezett rész, és megint az lenne a megoldás, hogy a tanterven kéne változtatni, hogy mondjuk az önéletrajz és a motivációs levél és az egyéb ilyen hasznos dolgok, amelyeket tényleg fogsz használni szinte akárhova mész, az be legyen építve, és mondjuk ki lehetne venni, vagy kisebb hangsúlyt lehetne fektetni mondjuk a szófaj elemzésre. Talán itt nincs akkora probléma a tananyaggal, mivel hogy ezt érettségén nem kérdezik annyira a nyelvtani részt. Ott talán a szóbelinél szokott lenni vétételként nyelvtan. Én úgy tudom, nem tudom, mert én pont ugye az én évfolyamomnak nem volt a koronavírus miatt szóbeli vizsgája. És nem tanultam meg. De itt szerintem pont emiatt, hogy az érettségiben ez nagyon nem hangsúlyos, itt a tanárnak tényleg van egy mozgástere. Tehát gyakorlatilag kihagyhat részeket. Nem tudom, hogy ez mennyire igaz. Ugye az igazgatók ebben mondjuk mennyire szólnak bele, hogy mennyire ellenőrzik, úgy általánosságban. Elméletileg meg kell írniuk egy tantervet, hogy milyen órán mit fognak tanulni, ahhoz nagyjából tartani, nem lehet random össze-vissza tanítani, de nyilván ez úgy néz ki, hogy a tanár nem feltétlenül tának valószínűleg az lebeg jobban a szem előtt, hogyha érettségitanterőt tanít, hogy te jól érettségizzél le, azokat a dolgokat megtanult, és utána följönnek egyetemre, és akkor majd egyetemre megoldom magamnak majd valahogy, de az első lépés, vagy a nulladik lépés legyen meg, hogy mondjuk egyetemre vegyenek föl, vagy sikeresen érettségizzél le, és mehessél mondjuk bizonyos szakmákra. Igen, pont erről van szó, hogy ahhoz, hogy egyetemre bekerülj, hogy letegyél egy jó érettségit, ahhoz neked nem kell megtanulnod a mondatelemzést, úgy isten igazából.
Tehát jó, az nem, nem de mégis fontos. Tanítják, de mégis, mégis de ez a kérdés, tanítják. Hogy miért tanítják? Azért, mert felülről rájuk van erőltetve, hogy tanítsák. Igen, igen, konkrétan lehet tanárokat szerintem büntetni, hogyha nem a, nem a tanterv szintanítanak. Tehát, hogy nem tudom, hogy gyakorlatban hogy néz ki, tehát valamit rá kéne hívni, vagy nem tudom, van, jön a titkos rendőrség, és el lesznek rabolva, de valamilyen módon ez... Jó, hát mondtad előtt, hogy ha nyelvtanból ezt meg azt se kérdezik, de, és azért úgyse nagyon kell megtanulni, akkor igazából magyarból is ugyanez van, hogy most... Magyarból azért nincs ez. Magyarból a szóbelin kérdezik a költőknek az életrajzait. De most neked például ez egyáltalán nem volt. És igen, akkor... de ezt 4 éven keresztül én nem tudtam, és a tanárom se tudta. Igaz. Én még arra reflektálnék Leventének hozzászólásával kapcsolatban, hogy nálunk ezt a motivációs, önéletrajzos dolgot úgy próbálták, legalábbis szerintem úgy ez így is működik, hogy a szakközépiskolákban, vagy szakiskolákban erre külön képítenek egy készségtantárgyat, a munkaszervezést. És például én tanultam munkaszervezést, ahol külön az téma volt, hogy hogyan kell önéletrajzot írni, milyen fajta önéletrajzok vannak, motivációs levelet mi alapján, hogyan írd meg. Igaz, hogy amúgy tényleg egy önkészségtantárgy valami teljesen felesleges lenne, ha bele lenne építve a nyelvtanba, és hogy tényleg csak nyűg volt a többi felesleges készségtantárgy mellett, ami egy másik téma, és a sok óraszám mellett is nyűg volt, de legalább ott ezt külön megtanították. És ezt a készségtantárgy, ez egy olyan készségtantárgy, ami foglalkozik vállalkozással is, stb. Stb. És ezeket bele lehetne olyan fő tantárgyakba építeni, ami most jelenleg hiányzik az oktatásból. Igen, furcsa, hogy Levente is mondta, hogy legalább 2 írtak, te is mondod, hogy tényleg rendesen írtatok. Én mind a 2 azt gondoltam, hogy ti legalább írtatok, mert hogy nekem gimnáziumban végéhez volt, hogy egyetlen szó se volt erről, hogy önéletrajz, vagy motivációs levél, és az a durva, hogy így érettségim például követelménynek kéne lennie a hivatalos levélnek, de mikor volt utoljára az, hogy hivatalos levelet kellett volna írni? Ezt hiányolom. Az a másik, hogy azt nem említettem, hogy viszont a tanár ehhez nem volt kompetens. Szóval oké, hogy volt egy ilyen óránk, és volt egy ilyen készségóránk, és volt egy tanár, akinek ez lett volna az egyik felett, és ez volt az egy fő tantárgy az iskolában, felolvasott egy PDF-et, és ha nem lett volna ott a PDF, nem tudott volna róla semmit mondani, és arra se volt képes, hogy beossza, hogy van A meg B sor a padsoroknál, mert az egyik padsor egyel el volt tolva. Tehát, hogy egy ilyen tanár tanította ezt az órát. Innentől kezdve nekem magyarázhat arra, hogy hogyan kell vállalkozást építeni, és hogy hogyan kell önéletrajzot kronológiára felépíteni, amikor egy AB sort nem tud beosztani. Hát ez megint olyan szorgalom, hogy megtanulod, azt nem tudod ennyi. Így van. Furcsa, de emelten sem. Nincs akkora hangsúlya már a nyelvtannak, mint régen volt. Teljes mértékben magyar nyelv és irodalom, az irodalom emelten is. Hogy ugyanúgy verseket kell elemezni, tudnod kell költők életrajzát, még arra is hangsúlyt fektetnek, hogy ugye milyen egy hangzás a versenek, rímek, ilyesmi, de hogy nyelvtan már annyira ritka, hogy nem is értem, hogy... És heti 1 óránk volt szerintem nekünk a nyelvtan, az irodalom meg 3 vagy 4. Nekünk is. Egyébként a mondás az, hogy azért tanulod a nyelvtant, mert akkor könnyebben tanulod majd az idegen nyelveket. Szépen hangzik, de nem tudom, hogy mennyi alapja nekem, van. Nekem nem ez a tapasztalatom. Hát nekem sem. Bár én nem vagyok túl jó nyelvekről, de... Az idegen nyelvekkel kapcsolatos adásunkban. Igazából ugye sokszor esett arról, hogy céltévesztett a magyar oktatás a tananyag terén, illetve hogy tanároknak problémát okoz, hogy hogyan boldoguljanak. Hogyan lehetne korszerűsíteni az oktatását az irodalomnak és a nyelvtannak, milyen módon lehetne a 21. századi gyerekkel megszerettetni, vagy hogyan lehetne hatékonyabban oktatni az új eszközökkel? Sok olyan kötelező van, ami számomra, szerintem sok ember számára felesleges. Ezek olyan dolgok, amiket önszorgalomból csinálsz meg, és nem tehetik kötelezővé, nem nevezheted kötelezőnek, mert sokszor nem is fogják kérdezni tőled, sokszor nem is annyira lényeges. De például ez számomra olyan dolog, ami simán kivehető lehetne a magyar nyelvoktatásból. Akár helyette lehetne az, hogy saját olvasmányt elemezzél, vagy és igen, modernebb olvasmányokat, amiket alapból olvastam, mondjuk egy 8-os, 9-es, tehát mondjuk egy 8-os, 9-es, és lehet, hogy egy gyűrűkulát hamarabb fog elolvasni, vagy valami fantasy könyvet, mint mondjuk az Odüsszeát, ez valószínű, és ez egy olyan változás, ami ez nem kell igazából pénz, meg nem kell igazából semmi, csak ki kell venni, és be kell rakni, nem kell újra képezni a tárokat, ez egy egyszerű, gyors változás lenne, amit holnap meg lehetne csinálni. Vagy legyen egy olyan lista, amin van lehetőséged választani, egy olyan skála, amin te ki tudod választani azt, hogy te milyen könyvet szeretnél elolvasni. Oké, legyen kötött, mert mondjuk az adott évhez, az adott tananyaghoz, mondjuk legyen valamilyen szinten kapcsolódó, de legyen egy paletta, amiből te magadnak tudsz választani. Igen, ez az jó hangzik. Igen, mert tényleg most kiválasztasz egy könyvet, amit te elolvasol, és leírod a tanárnak, de a tanár nem tud róla semmit. És azért az már
bonyodalom lehetne, hogy nem tudom, nálunk elfogult volt a tanár azzal kapcsolatban, hogy szerintem a Harry Potter az egy olyan könyv, meg egy olyan filmsorozat, ami lényegtelen és rossz. Szóval, hogy semmi értelme nincs. Sok esetben szerintem a tanár is, hogyha elolvasná a fogalmazásodat a Gyűrűk uráról, lehet, hogy nem tudná értékelni, mert nem tud róla semmit. Szóval az, hogy kötött lehetne legalább egy lista, hogy legalább mit olvass el, és nem mindet, akkor az szerintem sokkal jobb lenne. Nem volt ilyen konkrétan, hogy három olvasmányra kellett írni, amit nyáron olvastál, de ez a kötelező könyv fölül volt. Tehát elméletileg el kellett volna olvasni azt a három négy kötelezőt nyáron, amit nyilván sokan olvastak, és ezen felül még kért a tanár még három ilyen saját olvasmányt, tehát ez így nem annyira működik, de simán kellett csinálni ezt a listás megoldást, hogy akkor lenne ami oda kapcsolódó, lehetne benne éppen Gyűrűk ura, vagy Harry Potter, Game of Thrones, mondjuk idősebb korosztálynak, vagy valami ilyesmi. A másik, amit szerintem még el kéne indulni, ez a retorika oktatása. Ez ugye nálunk mondtuk azt, hogy voltak ilyen előadások, de 34-en vagyunk, ez ugye heti egy órában, ez gyakorlatilag egy évben maximum kétszer. Nem is kétszer, de nagyon kevésszer tudsz előadni mondjuk, hogyha egy órán keresztül adsz. Nagyon kevés alkalom jut rá, tehát valószínűleg jó benne mondjuk egy akár kisebb létszámú órákkal valamilyen módon a retorikát belépíteni, előadásokat akár saját témákba, vagy akár másik tantárgyakba is be lehet építeni, lehet előadni akármilyen tantárból konkrétan, saját munkából, saját felkészülésből, és ilyesmiket is lehet szorgalmazni, hogy ezeket mondjuk a többi tantárba kelljen csinálni. Ezek nagyon sokszor rosszul sülnek el, az igazság, amikor mondjuk egy történelem anyagot egy diáknak kell leadnia, és az nagyon unalmas lesz. Látszik, hogy nem érdekli a tanulót, felolvassa az egészet. Neki igazából nem fejlődik belőle, és ami még ennél is fontosabb, hogy az osztály többi része az nem olyan formában kapja meg azt az anyagot, ahogy azt a tanár sokkal jobban elő tudná adni. Igen, de szerintem nem ez a megoldás. Nem azt mondom, hogy a diák végezik a tanárok munkáját, hanem mondjuk ha van egy diáknak mondjuk, mit tudom én, valamilyen történelmi téma, mondjuk a sok ember szoktak érdekezni ilyen csaták, meg az ilyen nézék, amik a történelemben annyira nincsenek benne, akár egy bizonyos csata, vagy ilyesmi, akkor arról tartatna előadást, vagy akkor tartatna előadást, mit tudom én, akár matematikával, valami közgazdasági dologból, valami ilyesmi dolgokat lehetne. De csak olyanból, ami tényleg érdekli. Ami tényleg érdekli. Annak úgy lenne értelme. Nem azt, hogy kiadjuk, hogy a kisfiú tanítsa meg a izét, a másodfokú egyet megoldó képletét, vagy ilyesmi, hanem valami kapcsolódó dolgot. Ezen kívül azt sem szabad elfelejteni, hogy más lesz az óra interakciója, és más lesz az, hogyha mert lehet azt is kiépíteni, ha már előre beszéltünk, hogy ne a diák tartsa meg az órát a tanár helyett, hogy ugyanúgy a tanár mellett a tanár leadja az anyagot, és közben esetleg besegít a diák a saját mondjuk PowerPoint bemutatójával. És nem feltétlenül kell az, hogy most az egy órát vagy 15 percet csak a diák beszéli végig, hanem együtt kooperálva tudnák az órán ezt megvalósítani. És ez már az osztálynak a hozzáállásán is változtatna. Mert ha belegondoltok, tök mindegy, hogy most lehetséges, hogy tök mindegy, hogy a tanár adja le az anyagot, vagy a diák, lehet, hogy mind a kettő teljesen unalmas, tananyagilag, de legalább a diák megtanul előadni. Ennyi az előnye. De attól még ugyanúgy Petőfi életét előadja. Tök mindegy, hogy a tanár adja elő, vagy a diák, de neked ugyanúgy meg kell tanulni. Szerepel, beszél, ilyesmi, szokja az ilyesmi szituációkat, amikor szóba én elő fog jönni az, hogy beszélni kell kellemetlen a helyzetbe. A stresszkezelés. A stresszkezelést, igen, valamilyen szinten meg lehet tanulni. Csak mondjuk erre jó lenne valamilyen alapozó tárgy, mely viszonylag korán konkrétan a retorikára koncentrálva megtanítja ezeket az alapokat, hogy utána lehessen használni akár másiknál. És ez egy gyakorlatilag sorának ilyen, nem az, hogy akkor van két oldal nyelvhatalmában, ami a retorikáról szól, meg az előadásmódszerekről, meg az ilyesmikről, meg hogy kell PPT-t csinálni, mondjuk informatika óra, hanem lenne egy speciálisan mondjuk egy ilyen része, akár a nyelvhatalmak, akár egy fél év, vagy valami ilyesmi, amikor arra megyünk rá, hogy kell előadást előadni. Na nálunk ez megvolt például. Mi nekünk csoportok lettünk osztva, és mi előadtunk. Ennyiből volt jó, hogy nem egyedül adtál elő, legalább nem voltál annyira ideges, mert volt veled valaki, akivel szerettél volna előadni, és ugyanúgy gyakoroltál, és ugyanúgy legalább a diákok is nagyjából megértették az anyagot, ha megértették persze, meg te legalább megtetted azt, hogy akkor előadtál, és tényleg ez valamennyire jó volt, és ez tényleg egy fél évben pont elég volt. Igen, mert az mindenféleképpen nem megoldás, hogyha ezeket a készségeknek a megtanulását külön tantárgyakra bontjuk, ugyanis akkor csak szaporítanánk az óraszámokat, és az így is pont elég, sőt, több, mint aminek kéne lennie, úgyhogy ez mindenféleképpen a jelenlegi aktuális, maximum új tantárgyak, amik kiegyensúlyoznak a többi tantárgyat, azokba kéne beépíteni, úgyhogy az óraszámok nem nőnek, hanem inkább csökkennek.
Igen, igen, nyilván tehát mondjuk lehetne kevésbé a monotelemzésre menni, és akkor jobban inkább a retorikára, akár mondjuk nyelvszannál, vagy valamilyen másik olyan dologra, ami csak azért van benne, hogy el lehessen mondani, hogy megtanít véleket, újságot írni, meg ilyesmi, ami benne van, hogy hogy kell ilyenfajta publikációkat írni, de akkor amit tanítunk, azt rendesen tanítsuk meg, és ezt gyakorlatilag tanítsuk meg a nyelvtanuló keretében mondjuk. Illetve, hogy egy tanár mit tehet ennek érdekében jelenleg ebben a rendszerben. Egyrészt azt, hogy a kevésbé fontos dolgokat kevésbé erősen kéri számon, hogy a diáknak több szabad ideje maradjon otthon a hobbijaira. A másik meg, hogy megpróbálja átadni ezt a motivációt, elmagyarázni azt, miért jók ezek a dolgok, és aztán a diáknak ott már tényleg lesz egy szabadsága, főleg, én azt gondolom, főleg középiskola után egyetemen elmenni klubokba, ahol ezt gyakorolhatod, elmenni szervezetekhez, például amit most mi is csinálunk ezzel a podcasttel, gyakorlatilag gyakoroljuk az előadást részben. Igen, és emellett teljes mértékben be kell hozni azt, hogy önéletrajzírás, több érvelés, és tényleg vitázni kéne, mert szerintem ez mind hozzátartozik a magyar nyelvhez, és ez kell. Igen, ez valószínűleg jó lenne mondjuk azért két ilyen technikai feltétel, hogy mondjuk ne 35-en legyenek egy osztályban, mert azért nehéz vitázni, hanem mondjuk lehet vitázni mondjuk így 10 embernél többel annyival nem lehet, hogy mondjuk így hozzá akarnak szólni, vagy ilyesmi. Tehát nyilván, és akkor ez a messzire érzett, akkor lehetne tanárfizetésén emelni nyilván, hogy több legyen elég tanár, akkor azt jelenti, nyilván több tár kéne venni diákra, tehát... Így van, de akkor ehhez már az egész oktatási rendszert kéne megreformálni, igen, mert hogy, és ez egy sokkal messzibb igen, ez egy messzibb rendszer, de ez lenne az álom. Így van. Válasszanak meg. Válasszanak. Köszönjük figyelmeteket! Amennyiben tetszettek az elhangzottak, kövessétek az Adom Diák Mozgalmat és a podcastet a közösségi felületeken, ha pedig hozzászólnál a témához, várunk szeretettel az Adom Diák Fórum Facebook csoportban. Blogfelületünkön pedig további oktatása kapcsolatos diákok által írt bejegyzéseket olvashatsz. A linkeket megtaláljátok az epizód leírásában, az új podcast sorozatról pedig szóljatok minél többeknek. Sziasztok!